Sziasztok, ez itt a vegánblog.hu, én Ákos vagyok, és a mai ételünk különlegessége az, hogy semmi különös nincs benne, nagyon egyszerűen elkészíthető, és nagyon-nagyon finom. Mondhatnánk, hogy ma a nagyszájúaknak és az édesszájúaknak kedvezünk, hiszen finom vegán túrókrémet fogunk készíteni, és palacsintát is, a többi pedig meglepetés. Lehet, hogy valakinek meglepetés még a könyveink létezése. Azoknak, illetve másoknak is ajánlom, hogy vásároljanak belőle, mert rengeteg finom és nagyon egyszerűen elkészíthető vegán recept van benne. És már itt is vagyunk, azért a mai desszertünkről még néhány szó. Gluténmentes lesz, olajmentes lesz és hozzáadott cukrot sem tartalmaz. A túróról most semmilyen jó poén nem jutott eszembe, mint azt, hogy mondjuk ködös holtnak túrós a háta. Na jó, nézzük is az alapanyagokat. Tudjátok, az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban is megtalálhatóak. Ez itt főtt köles, amit itt látunk, mazsola, amit már jó alaposan beáztattunk, növényi tejföl vagy joghurt, ez lehet egyébként kesúból vagy szójából, ez most egyébként nálunk épp szója joghurt, tatoja paszta, tudjátok, a ténébe az egyetlen zöldlámpás édesítőszer, vanília kivonat és biocitrom, hiszen neki a héját fogjuk felhasználni, és a barack lekvár, amivel meg fogjuk majd blondítani a palacsintánkat, és beszéljünk egy picit Safi termékeiről is, mi ezeket a termékeket használjuk, nagyon szeretjük őket, kiválóak, próbáljátok ki ti is. Vegánblog tip rovatunk következik, ahol Dórit személyesítem meg ilyen fura formában, de mindenképp okos dolgokat fogtok hallani. Kezdjük a kölessel, tudjátok, mindig szűrőn le kell öblíteni, illetve át kell mosni, hogy ne legyen keserű. És 1-3 arányban főzzük a köles, tehát egy egységnyi köles és 3 folyadék, mondjuk most ezt így, hiszen azt szeretném kiemelni, hogy ezt a folyadékot is ketté osztjuk, tehát 1,5 egység víz és 1,5 egység növényi tej. Remélem mindenkinek érthető volt, én izgultam egy picit. Jó, ha a köles valami miatt nem szeretitek, akkor tofuval is megoldható a túrónk elkészítése. Ne füstöltetne marinádat, hanem natúrt választhatok, és egy krumplitörővel összetörve végül is ugyanaz lesz az ízesítése, mint majd a kölesnek is mindjárt. És a palacsintáról is néhány szó. Hajdina liszttel, egy pici sóval és vízzel is ki tudjátok keverni a palacsinta tésztát, ha elég bátrak vagytok és bíztok magatokban, mert ott azért egy picit érezni kell a mennyiséget és az állagot. Ha bizonytalanabbak vagytok és szeretnétek enni a palacsintából, akkor viszont használjatok lisztkeverékeket. Kezdjük is a túrókrémünk elkészítését azzal, hogy ezzel az eszközzel össze fogom törni a kölesünket. Ha tofut használtok, természetesen ugyanez a feladat. Most sem lesz túl bonyolult a feladatunk, az összes alapanyagot végül is hozzá fogjuk keverni a kölesünkhöz, de azért a sorrend egy picit fontos. Citromlevet fogok beletenni, illetve ráreszelem majd a héját, csak a sárga részét, mert tudjátok, hol kezd fehéredni, ott a fejünk is fehéredik majd, mert olyan keserű. Jó, beletesszük a vanília kivonatot is, és a cukrot, illetve az édességet, illetve a tejfölösségét majd ízlés szerint fogjuk beállítani, és a legvégére marad a mazsola. Szerintem el is készült. Alakulunk, ilyenkor még érdemes az állagán, illetve az ízén egy picit finomítanunk. Egyébként a köles nagyon be tud magába mindent szippantani, úgyhogy érdemes ezt is felülvizsgálnatok. Mi is egyébként tettünk hozzá még egy kis szójajoghurtot, ez nem titok. És ha nincs sok időtök, vagy egyszerűen állatira nincs kedvetek palacsintát készíteni, akkor van egy remek tippem, pohár desszertet is tudtok ebből az ételből készíteni. Méghozzá úgy, hogy beleteszitek egy pohárba, utána be a hűtőbe, és egy kis gyümölccsel megbolondítjátok a tetejét, és már is fantasztikus desszertetek van így is. Mivel ma én felelek a palacsinta sikerességért, ezért én ezeket az eszközöket, illetve egész pontosan most ezt a port fogom használni. Ne zavarjon benneteket, hogy pudingpor van ráírva. Növényi tejet tettünk hozzá, és egy csipetnyi sót, és már is elkészülhet a tésztánk. Nagyon állni se kell hagyni, illetve csak addig, amíg a Vitéz László kedvenc fegyvere fel nem melegszik, és utána már kezdhetjük is a palacsinta sütést.
Most már tényleg majdnem kész vagyunk, egész ügyes voltam, csak egy kötött ki a csempén, úgyhogy szerintem 90%-kal ügyes voltam, most megkenjük egy kis lekvárral, illetve rátesszük a túrókrémet, és hamarosan eltünk is belőle, de még ezelőtt játszunk egy picit, kinézi a videó végét, játékunk következik, a mai feladványunk, illetve kódunk pedig a következő, a sütemény imádó matematikus. Pitagórasz, Pitagórasz, ez a mai kódunk. Íme, ez is sikerült, mindenképpen próbáljátok ki ti is otthon, látjátok, nem volt bonyolult, és azt garantálhatom, hogy nagyon-nagyon finom. Én köszönöm ma is a figyelmeteket, nem jön a kórusom, na, de már megérkezett a kórusom. Menjetek ki a szabadba, jó idő van, vigyázzatok magatokra, fessetek kerítést, vagy egyszerűen csak fessetek jól, tök mindegy, ennyi volt mára. Sziasztok!